Meg lehet-e élni 47 ezer forintból? Meg! Ki kell próbálni. Nagyon szépen köszönöm a szervezőknek a meghívást, hogy vállalták a kockázatot, ami az én személyemet illeti. Ezt köszönöm nekik. Igen, hát erről beszéltem, ugye? Köszönjük szépen! Köszönjük a részvételt! Igen. Nagyon kreatív volt. A mai két vendégünknek körülbelül egy évvel ezelőtt, 2010 áprilisában már volt egy parlamenti összecsapása, egy Vona Gábor napirend előtti felszólalására április 18-án Pintér Sándor válaszolt. Az a dolog letudottnak tekinthető, ám azt követően egy hét múlva Vona Gábor újra felszólalt a parlamentben. Én arra kérem miniszter urat, hogy mondjon le, és adjon lehetőséget a változásnak. Természetesen feltartom, tehát az elmúlt egy évben nem láttam olyan érdemi változást vagy eseményt a belügyminisztérium politikájában, ami arra sarkalna, hogy ezen a véleményemen változtassak. Nem szándékozok lemondani jelen pillanatban. Köszönöm szépen. Jött egy ilyen kérdés miniszter úrhoz, hogy a 8. kerületi jófiúk tevékenysége mindenki számára elfogadható és eredményes, akkor milyen kritériumokat sért a Szebb Jövőért Polgárúr Egyesület? A pártszín számít a közrend védelmi feladatok ellátásában, kérdőjel. A jófiúkkal lehet, hogy megfogtak, mert én a rossz fiúkkal szoktam foglalkozni, tehát fogalmam sincs, hogy kik ezek a jófiúk. Ezt utána kellene néznem, erre akkor tudok válaszolni. A gárdával szemben van egy bírósági ítélet, amely feloszlatja ezt a gárdát. Amíg ez a bírósági ítélet hatályban van, addig ennek a jogerős bírói ítéletnek mind a belügyminisztérium, mind a belügyminisztérium által irányított szervezetek érvényt fognak szerezni. Azzal kezdtük az egész beszélgetést, hogy a miniszter urat lemondásra szólítottam föl, hát úgy látszik, hogy ennek a tábor bővülni fog, ugyanis a jó fiúkat a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság elnöke Kocsis Máté hozta létre. Tehát, hogyha ők nem kommunikálnak egymással, tehát mondjuk a Honvédelmi és Rendészeti Bizottságnak az elnök, aki egyben 8. kerületi polgármester, létrehoz egy rendvédelmi szervet, és erről a belügyminisztérium nem tud, meg a belügyminiszter, hát azt gondolom, a Kocsis Mátének hétfőn be fogom jelenteni, hogy le kell mondania. Meg lehet-e élni 47 ezer forintból? Ha megtermeli a saját településén azokat a javakat, amelyek az élelmezéséhez szükséges, mert kap hozzá magot, kap hozzá megfelelő nevelt állatot először, kap hozzá még egyszerűleg malacot, vagy most még kecskéket kérnek sokan, hogy a tej is meglegyen minden nap, akkor meg. Elnök úr? Nem lehet megélni 47 ezer forintból, azt gondolom, hogy ez nyilvánvaló. Itt inkább a kérdés úgy kellene föltenni, hogy tud-e többet fizetni a közmunkaprogramért cserébe a kormány jelenlegi gazdasági helyzetben. Azt gondolom, így elfogadható lenne a válasz, vagy a kérdésre adott válasz, de az, amit mondjuk Zsiga Marcell, ugye a fideszes képviselő a kamerák előtt, vagy KDNP-s képviselő, nem tudom, a kamerák előtt képviselt, hogy igen, meg lehet élni 47 ezer forintból, igen, meg lehet élni 47 ezer forintból. Ugye ezt ismételgette, maga se itte szerintem. Az én válaszom egyértelmű, ki kell próbálni.